Nagyon önző voltam, abból sikeres lettem, aztán utána nagyon rámomlott az egész, nagyon boldogtalan lettem, depressziós és bornofüggő, és aztán utána ebből sikerült kilábalni úgy, hogy mertem tovább lépni, és mertem belevágni abba, ami a mindenki le van szerve, nekem ehhez van kedvem alapon lelkesített. Szeretettel üdvözöllek a nevem Jós István, és ez most a férfiaknak szóló videósorozat, aminek ha nem láttad az első részét, akkor ajánlom, hogy kezd ott. Elmondom abba, amit tényleg itt most csak a röviden, hogy ugye hogy is, de miért csinálok én videót, meg pláne férfiaknak? Azért, mert nagyon önző voltam, abból sikeres lettem, aztán utána nagyon rámomlott az egész, nagyon boldogtalan lettem, depressziós és bornófüggő, és aztán utána ebből sikerült kilábalni úgy, hogy mertem tovább lépni, és mertem belevágni abba, ami a mindenki le van szerve, nekem ehhez van kedvem alapon lelkesített. És az az elmúlt tíz évben így hordozott engem, és, és nyilván sok munka, meg még több munka, meg még munka, de hogy azóta növekszik, és azóta egybe van az, ami igazán lelkesít, és az, amit csinálnom kell. És nincs többé külön, mint ahogy nagyon sok férfinél. És így, hogy most egybe van az, amit, amivel napi szinten foglalkozhatok, és az, ami lelkesít, így soha nem látott módon vagyok hatékony, és soha nem látott módon vagyok releváns, vagy talán nem túl nagy szó azt mondani, hogy hiteles ezzel másoknak. Ugye a mai téma az az, hogy ne legyél tovább kurva. És ez alatt, hogy ne legyél tovább kurva, azt értem, hogy a férfiak nagy része biztonságért dolgozik. Vagy pénzért és sikerért dolgozik, vagy hatalomért és befolyásért dolgozik. De igazából ezt egyféleképpen összevonva úgy is lehet mondani, hogy a férfiak egy jelentős része vagy az egójának a hízlalásaért dolgozik, vagy pedig azért dolgozik, mert bár nem erre vágyik már, de úgy érzi, hogy nem teheti meg, hogy változtasson. Nagyon nehéz sokaknak, hogy nem elképzelhető, hogy hogyan élek másképp, hanem, hanem így. Nem elképzelhető, hogy felmondok ma, és holnap lesz egy jobb munkám. Nem elképzelhető, hogy itt vagyunk egy-két-három gyerekkel, meg hitellel, meg egy autóval, vagy két autóval, meg nyaralóval, vagy nyaraló nélkül, meg lakással, vagy házzal. Ezt az egész rendszert így finanszírozzuk, aminek nagyon komoly költségigénye van, havi szinten komoly költségigénye van és ezen belül én ugráljak, ezen belül én merjek változtatni, ez abszolút elképzelhetetlen a férfiak egy jelentős részének. Ugye a gond ezzel a következő, a gond ezzel az, hogy ebben a, ebben a lelki állapotban az ember nem boldog. 20-as éveidben, amikor elkezdtél ennél a multinál dolgozni, vagy mindegy, hogy hol, akkor még motivált az, hogy karrier, motivált az, hogy előléptetnek, motivál az, hogy jobb cégautót kapsz, vagy te, hogy nő a fizetésed. De hogyha így mélyen benn, és most ezt nézed, és mélyen benn, így a szívedre teszed a kezed, a férfiak nagy részénél, akikkel én találkozom, azt látom, hogy ez elmúlik. Nagyon sok nő és férfiak járnak hozzám konzultációba, akik erről számolnak be, hogy ez elmúlt. Ez valamikor elmúlt, és ő sem tudja, hogy mikor, és most most meg, most meg tényleg ilyen kényszerűség van, és ezért csinálja már, mert, mert, nem, mert nem gondolja, vagy nem is tudja elképzelni azt, hogy változtathatna a fontos, a fontos ezzel kapcsolatban, hogy nyilván megtehetett változtatni bizonytalan, változtatni kockázatos, a változtatás biztos, hogy áldozatot követel. Lehet, hogy a nyaralót el kell adni, vagy az egyik autót, vagy lehet, hogy fel kell élni a tartalékok egy részét, amiből szerettél volna az elsőször a gyermekednek lakást venni és 40-50 évesen úgy érezted, hogy most ez a következő lépés, hogy lakást veszel neki, de én erre azt mondom, hogy nem, ne ezt választ, hanem fontos először magadat választ, fontos magadat megalapozni a következő 40-50 évedre, ami még előtted van, és az, ha sikerül, és, ne, és, sikerülni fog, ha egyszer a munkát beleteszed, és megted a helyedet a következő 40 évre, akkor ott jobban fogsz működni, többet fogsz anyagilag is termelni, és szebb lakást tudsz neki venni, két, három, négy, öt év múlva, mert amúgy egyébként ráér addig, nem igaz, hogy ma van erre szüksége, szebb lakást fogsz tudni neki, hogyha minden áron lakást akarsz neki venni, akkor, mint ha ezt most megteszed, azon az áron, hogy magadat tényleg boldogtalanságra, meg további 5-10 évnyi kurválkodásra ítéled, mert úgy érzed, hogy nem változtathatsz. Veszélyes nem változtatni, mert az ember boldogtalan lesz egyre jobban frusztrált, és hiába találod meg magadnak a siklóernyőzést, vagy a vitorlázást, vagy a motorozást, mint hobbi, mivel a hétvégéken töltődsz, napi szinten feszült vagy, és ezzel a feszültséggel mész haza, és szikráz, szikrázik, szikrázik a levegő vacsora közben a családi asztalnál, és türelmetlenebben reagálsz a feleségeddel, mint ahogy egyébként ez helyes vagy méltó volna, és ezt pontosan tudod te is, és pontosan érzed, hogy, hogy, hogy valahogy ez a feszültségi kihat a gyerekekre is, nem vagy úgy türelmes, nem vagy úgy jókedvű, nem mindig reagálsz úgy, tehát hogy tényleg ezek a türelmetlen indulatos reakciók jellemzőek ilyenkor férfiakra, és ha ebbe magadra ismersz, én csak azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ez rendben van, ez abszolút normális, nem, nem rontottad el az életed, és nincs benned semmi hiba, ha te ilyen vagy most, ha te, ha te, ha te túlfeszült vagy és türelmetlen vagy, ez nem baj. A baj az az, ha ezen nem változtatsz. Ha ezen nem változtatsz, rámegy a házasságod, előbb-utóbb megdugod a titkárnődet, ha az még nem történt meg, vagy néhány havonta cserélni fogod a szeretőidet. A gyerekeidnek, bár értem, hogy együtt, egybe akarod tartani ezt az egészet, de végül hibás mintát mit adsz, Hibás mintával nőnek fel, hibás módon fognak próbálkozni a saját kapcsolataikba. Mondom ezt mély nyugalommal, mint olyan gyermek, vagy olyan felnőtt férfi mára már, aki gyermekként egy ilyen házasságban nőtt föl, hogy teljesen hibás volt a minta, és nem is működött nekem se a magánéletnek ez a része nagyon sokáig, mert hibás mintákat kaptam, ami most nem a felelősségkárítás helye, mindegy, az én életem így alakult, sokat kaptam belőle, de, de hogy fontos látni, hogy a, a gyereknek nem az a legfontosabb, hogy a szülei mindenáron kényszerülten együtt vannak, hanem az, a gyereknek a boldogsága fontos, a harmónia a fontos, a nyugalom a fontos. A gyökerek a fontos, ahova ő töltődni mehet haza. És ha az otthoni légkör nem ilyen, akkor az a gyereknek nem jó. Nem jó. Akármit is hiszel róla, vagy akármit is olvastál valahol egy egy magazinba, nem jó a gyereknek, ha a szülők között nem szeretet van. És nyilván olykor vannak viták, de ha a vita meg a feszültség folyamatos, az nem jó a gyereknek, akár, akár, akármit is hiszel róla. Úgyhogy, és, és akkor még nem beszéltem az egészségről, ami ugye, 30-40-50-es éveiben igenis utolér férfiakat, és utolér nőket is. Egészen elképesztő beteg. És ugye hiheted azt, hogy semmi köze a, a lelki állapotodnak, a tested állapotához, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy aki tartósan hazugságban marad, mármint megalkuvásban, és, és, nem, és nem változtat, és nem választja magát, meg a lelkesedést, meg azt, amit igazán szeretne, az, az egészségével játszik konkrétabban mondva az életével játszik. És nem csak a saját életével, de a környezetében is. Házas párok egyik vagy másik tagja ilyenkor tényleg gyakran megbetegszik. Daganatos betegségek nagyon gyakoriak ilyen elfolytó helyzetekben. Nem akarok ebbe elveszni, tényleg, ez csak az én megfigyelésem, meg meggyőződésem, ne értsen el egyet, ha ne akarsz. A lényeg, hogy ettől még a házasság, meg a boldog kapcsolat rá fog menni, és plusz a karriered is biztos, hogy sérülni fog. Korábban lelkes voltál, eljutottál erre a szintre, de tovább emelkedni nem fogsz tudni, hogyha nem vagy már lelkes. Ha a pénzért csinálod csak, akkor stagnálni fog a karriered. Vagy így mutatom inkább, stagnálni fog a karriered, sőt, fokozatosan ereszkedik időben előre haladva. Addig tudunk emelkedni a ranglétrán, amíg, amíg igazán akarunk, és ez kell, hogy vagy nagyon lelkesek legyünk, vagy nagyon akarjuk, de aztán utána, amikor ez, ez, a, ez a drive, ez kiapad, akkor már nem fog tovább menni, hanem hanem tényleg így lefeletendálsz, meg ilyenkor emberek felmondanak, átmenek egy másik ugyanolyan munkahelyre, csöbörből, vödörbe semmi nem változik, a fizetése 10%-kal megnőtt, és egyen jobb a céges kocsid, de, de történt -e valami. Én, én azt látom, hogy van más élet. Élhetsz másképp, és lehet boldogabb. Ennek az egyedül feltétele, hogy, hogy felfogni azt, hogy ez nem egy egy hónapos projekt, amit egy kócsal meg tudsz oldani. Nem az. és, ne, és nem egy féléves projekt, amit majd egy terapeutával megoldasz, és nem olyan, amit majd egy jósnő, mert tényleg sok férfi titokban jósnőhöz jár, nem nevetem ki, csak tény, nem, nem olyasmi, mint egy jósnővel való konzultáció majd megold néhány hónap alatt, meg az önismereti könyvek megoldanak néhány hét, De nem. A, a, minták által meghatározott élet, van ehhez egy ilyen rendszer, meg egy ábra, ami már készült, sok-sok, ebbe a hozzám forduló sok ezer életút tapasztalatainak a, tehát ez sok ezer életút egyrészt, másrészt tényleg, a, a, a nagyok erről írtak, Dante az isteni színjátékba, a lélek sötét erdejéről, és ö, tényleg Jung a lélek árnyékával való szembesülésről. Tehát ez így nem az újamból szoptam, a hős útja erről szól, ami Campbellnek a munkája, mindegy. Tehát, hogy olvassanak utána, ha érdekel, de az, az ember nincs kés 20 éves korába, hanem a mintái határozzák meg. És azért ezt már kell értsd, hogy valamilyen mintákat kaptál a családodból, és volt egy álmod, hogy mitől leszel boldog. És aztán utána ez kifut, ez az energia kifut az energia, és jön ez, a, jön ez, a, sarok, hogy így nem vagyok jól, nem tudom, mit csináljak, de nem, de nem akarok változtatni. És akkor ebből lesz egy ilyen lassú süllyedés, ahol így egyre szarabbul vagy. És hiába van meg a fizetésed, de ha őszinte vagy magaddal, nem vagy ebbe boldog. És egy tovább azt tud lépni, aki nem halogatja tovább ezt a toporgást itt, hanem, hanem föl kell, le kell menni a lelked mélységeivel találkozni, fel kell fedezd magad a vágyaidat, meg kell válaszolod azt a kérdést, hogy ki vagyok, és mit is akarok igazából? És ez egy, ez egy korszak, ez egy több hónapos munka, amit minél hamarabb elkezdesz, annál hamarabb eljuthatsz oda, aki igazából te lenni vágysz. És még egyszer tudom, hogy ez nagyon önzőnek hangzik, de, de, de fontos hogy az ember önző legyen. Fontos, 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 hogy akkor működöm jól, ha azt csinálom, amiben én igazán lelkes vagyok. És ez kell önzés, hogy merjem azt választani, amiben én igazán lelkes vagyok. Kell önzés, hogy merjek felmondani, ottól már nem vagyok boldog. Kell önzés, hogy ne várjam meg mindenképp azt, még egy fél év múlva, vagy egy év múlva, még nem tudom, milyen bónusz majd jön, és majd akkor felmondok. Sokkal többet veszítesz életenergiába és boldogtalanságba, sokkal többet fizetsz, mint az a néhány milliós bónusz, amit te még mindenképp meg akarsz várni. Ha nem vagy boldog, változtas. Ha nem vagy boldog, lép tovább. Nagyon fontos, ha nem vagy boldog, válaszd semmit. Válaszd semmit. Válaszd a semmit. Jönnek hozzám férfiak, és kérdezem, hogy mennyi tartalékuk van, és általában több év. Több év, csak nem, csak nem meri azt választani, hogy kicsit gondolkodik, kicsit magával foglalkozik, kicsit elmegy Spanyolországba zarándokolni, vagy Dél-Amerikába hegyet mászni. Kicsit, kicsit így csinálj semmit. Annyira fontos lenne minél több férfinek egy kicsit semmit csinálni, és akkor is, akkor is, hogyha, ha van két gyerek, vannak hitelek, és tudod, hogy 12 hónapnál tovább te nem tudsz semmit csinálni, mert megeszi a tartalékodat. Én, én megígérem, hogy a semmi csinálás alatt magaddal találkozhatsz, és egy, egy, egy boldogabb munkavégzés által sokkal sikeresebb leszel, és sokkal több pénzt kereshetsz, ha egy kicsit mersz semmit se csinálni. A frusztrált ember olyan, mint aki a gödörben ül és sokan vannak, akik itt szeretnék valahogy így ebbe a gödörbe ülve így, így megérteni azt, hogy mit is kéne csinálni, de a gödörbe ülve nem látsz ki. Nem látod a mezőt, nem látod a hegyeket. Ki kell jönni először. A frusztrált férfinak nem az álmát, a célját, az ügyét, a projektjét kell megtalálnia, hanem be kell látni azt, hogy a gödörnek nincs objektív alja, hanem a gödörnek akkor van, amikor elrugod magad, és fontos elrugod magad minél hamarabb, mert az életeddel játszol, a boldogságoddal játszol, a házasságoddal játszol, a gyerekek életével játszol azzal, hogy ők milyen mintát kapnak tőle, tehát így, így rúgd el magad minél hamarabb, akkor is, hogyha nem tudod, hogy mi lesz. Az első, az első az, hogy lemelkedj. Legyél jobban, magyarul szüntesd meg mindazt, ami pusztítja az energiádat. Eddig ez az első videó, folytatás hamarosan köszönöm a figyelmet, és hajrá jó munkát mindenkinek.